Hajdúböszörményi Vaslovasok 2014 óta fogja össze a környék motorosait. 2014. augusztusában csináltam egy csoportot, egy pár darab cimborával. Időközönként egy cimbora, még egy motoros, bővült a csoport. Ez a csoport egy idő után egy közösség lett. 2015 szezonnyitó motoros gurulását 100-110 motorral nyitottuk meg, illetve összehoztuk ezt a szezonnyitó motoros gurulást egy vezetés technológiai tréninggel, melyben a rendőrség is támogat bennünket. Ez az esemény valóban óriási nagyra nőtte ki magát, de a helyszínválasztás szerintem nem véletlen. A régi idők motoros találkozóinak a helyszínén te is részt vettél már korábban, úgy tudom. Így van. Hát még a legelején talán 9 vagy 10 éves lehettem, amikor a szüleimmel elsőnek ugye kijöttem. Ugye tartott szájjal csodáltam a gépeket. És hát ugye a régi hagyomány, ugye, hogy itt volt a fürdőkertbe, ezt talán megpróbáljuk egy kicsit feleleveníteni. Talán pont ugyanolyat nem fogunk tudni, de megpróbáljuk a lehető legjobbat. És kire számítotok? Milyen motorosokra? Mindenféle motoros jöhet, csatlakozhat hozzátok? Persze, minden motoros, tehát sportmotor, túramotor, chopper, minden ilyesmi motoros várunk. Ugyebár a veterán részen is várjuk az embereket. A legfőbb cél ezzel az, hogy a motoros társadalmat egy kicsit összeépcsiszolni, és ennyi. És nem csak a motorosok, hanem a családtagjaik is, és az utánpótlás is jelen van, hiszen gyerekmotorozást is, és ügyességi tréninget is szerveztetek. Így van. Van olyan lehetőségünk most, hogy a kisebb gyerkőcöknek, akik még nem ültek motoron, biztosítottunk neki lehetőséget arra, hogy kipróbálják ezt a motorkerékpárt, illetve menjenek egy kört, elvigyék. És nyilván az idősebbnek is, akinek még nem volt lehetősége rá, ki tudja ezeket próbálni. Illetve ezen kívül, ugyanúgy elmondta a kolléga, hogy motorosztatáson kicsiknek és nagyoknak, akik eddig nem ültek még motorkerékpáron, esetleg megszeretetni velük ezt a sportágat, melyben majd, amíg elérjük azt az időszakot, akkor legyen, aki átveszi a helyünket. Kis kedvet csinálunk nekik, illetve egy hangnyomásmérés versenyünk lesz emellett, megnézni a motoroknak a teljesítményét. Nyilván persze korlátokon belül. Ennyi motoros összehívása és ennek a rendezvénynek a levezénylése nem kis szervezést igényel. Ezt miért tartottátok fontosnak, hogy felvállaljátok? Legutoljára a tudomásom szerint 2005 vagy 2006-ban volt egy motoros nap, vagy egy motoros találkozó, ha jól tudom. Az elmúlt időszakban ének nem voltak, régen volt ennek egy nagyon nagy hagyománya, ezt szeretnénk újra feleveníteni, és mivel ez még új az állampolgárok részére, kicsit félnek tőle, de megpróbálja kihozni belőle a maximumot, és megszeretetni velük ezt a motoros feelingű dolgot, téma. A jó sikerült rendezvényen felbuzdulva milyen programokat kínáltok még a helyi motorosoknak? Most ugye jelenleg volt ugye az ügyességi versenyünk, van vezetéstechnikai tréning. Leginkább a vezetéstechnikai tréningre mentünk rá, mert ugye itt a tavasz, a motorosok kikerülnek az útra, ezzel az emberek figyelmét, az autósok figyelmét is szeretnénk felhívni, illetve az, hogy a motorosok egy kis újabb rutint szerezzenek így a szezon kezdése. És a nyár elkövetkeztével szervezett túrák várhatóak? Természetesen lesznek túráink, lesznek nagyobb túrák, kisebb túrák, szakképzett túravezetők fogják ezt a túracsoportot vezetni. Én szerintem valószínű, hogy az elkövetkezendő egy-két héten belül már megindítjuk az első túránkat, de ez, tehát a Hajdúböszörményi Vaslovasok csoportba, ez felé is lesz tüntetve, és aki menni akar, tehát egy külön regisztrációt fogunk rá majd létrehozni. Családommal vagyok itt. És mire számítatok a mai nap folyamán? Semmi, ezt a kijöttünk szétnézni egyébként, tehát a motort csak azért hoztam ki, hogy ha már motoros találkozó, akkor ő is vegyen részt rajta. Semmi. Elképzelés nem volt.
kijöttünk szétnézni, eltelik a nap, és megyünk haza. És kedvet kaptuk a motorozáshoz, és a szezonhoz. Terveztek vele valami szezonbéli, hosszabb, rövidebb túrát, vagy csak városi cirkálásra vetted? Ezzel a motorral? Semmit nem tervezek vele, gondolom őszintén, de csak úgy törölgetem, és akkor el van. Gyakorlatilag nagyon keveset használom, tehát ez a motor 500 mérfölddel került be az országba, ide, amikor megletéve, és most van benne 970 pár, tehát két év alatt kilométereket mentem vele, nem sokat mentem vele. Mi is ennek a motornak a különlegessége? Úgy gondolom, a különlegessége az, hogy Európában ez nem található. Ugye ezt Jugoszláviába gyártották, és ez Amerikába, amerikai piacra készült, és egyedi nincs. Ő van, testvére nincsen a közelbe sehol. 16 éves körül lett ez a motor, megvan ez már régóta egyébként, tehát egy garázsba lapult ez évekig, körülbelül két éve lett elővéve, és fél óra ráfordítás után már tudtam vele közlekedni. Ami látszik a motoron, teljesen gyári, nem volt még hozzányúlva, nem volt átalakítva. Ez, ahogy elkészült a gyárba, ez úgy látható most is, illetve egy pici változás volt, mert nem fért be a tárolóba, ahol tároltam, és a tükörből le kellett vágnom egy kis darabot is, de ugyanarra évre van visszahajlítva, tehát ennyi sajnos hozzá lett nyúlva, de egyébként, ahogy ez megszületett, ez úgy áll itt ez a motor azokkal a gumikkal, azokkal a felszerelésekkel, azokkal a tartozékokkal. Különlegessége, hogy önindítós és pedálos, berugós. Ez hogy lehet? Hát a pedált először én sem értettem, tehát azt hiszem, hogy úgy működik, mint a Babetta annak idén, de nem, ez csak a berugó funkció rajta. Van benne akkumulátor, önindító természetesen, tehát önindításra ugyanúgy indul, mint a robogók általában. Pedálozni nem lehet, berugni lehet vele, ugyanúgy hátra kell berugni, és akkor indul. Egy kis trükkje a tanknak van. Hogy oldották ezt meg a délszláv mérnökök? Hát a tank rajta csak dekoráció. Ugye ez egy kis mini chopper lenne. Gyakorlatilag a tankba található itt egy csomagtartó rész, és a másik oldalán pedig az akkumulátor és a kábel kötek, ami a gyújtás kapcsolóhoz tartozik. A tanksapka is rajta dekoráció. A tank ugyanúgy, mint általában a robogókon, itt van hátul a üzemanyag tartály és a olajozó tartállyal együtt. Kútnál mindig megcsodálják a benzinkútnál, mert a üzemek tartály, amikor tele szoktam tankolni mindig, nagyon ugye, határozottan tele tankolom, és amikor ilyen 311 forintokat fizetek a kútnál, akkor megdöbbennek. De hát ez másfél tér teszi kb. 100 km-en. Kicsi a tank, nem tudok többet belerakni, úgyhogy gyakorlatilag, ha van 200 forintom, elmehetek vele Budapestig. Honnan értesültetek a rendezvényről? Hát a motoros ismerősöktől legfőképpen, de természetesen az internetről is, a Facebookról és a különböző posztok megosztásokból. És melyik volt az az esemény, ami különösen felkeltette az érdeklődésedet? Mit láttál eddig? A hangmérés, mert lesz a felvonulás, meg ilyen ügyességi gyakorlatokat néztünk meg. És egyébként van motoros a családotokban? Van valami motoros kötődésed? Igen, a keresztanyukámnak a barátja, Tóni, ő a motoros. És lehet, hogy a felvonuláson mögötte fogsz ülni? Remélem, hogy én fogok menni. De ez lesz az első alkalom, vagy ültél már a motorján? Már ültem, de ilyen felvonuláson még nem. Akkor ez lesz az első alkalom. Várod már? Igen, nagyon. És tudod, hogy fontos a biztonság, van külön felszerelésed és is rakod is? Nekem nem, de neki igen. Úgyhogy én majd az övét fogom viselni. Te akkor már régóta motorozol, nagyon sok mindenkit ismersz itt. Te akkor most lemaradsz erről a körről? Igen, most átengedem a helyet a kisebbeknek, de utána, ami a felvonulás után viszont menni fogunk még egy kicsit körözni.